Sziasztok, Papp Károly vagyok. A mai beszélgető partnerünk a sportanalitika.hu oldalnak a szerkesztője, szakkönyvíró, erőnléti edző, Sut Gábor kollégám és barátom. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást, hogy tudjunk egy kicsit az erőnléti edzés szerepéről beszélgetni. Egy picit tovább visszük a gondolatot, mert szűkítjük a területet a csapatsportágakra, egy kicsit azon a mezsnyén szeretnénk több információt átadni azoknak, akik megnéznek bennünket. Szia Gabi, üdvözöllek! Szia Karcsi, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket és hallgatókat is egyúttal. Ugye, amikor beszélgettünk, amikor mi összeülünk, az egy mindig egy hosszú projekt, sok-sok olyan szakmai gondolattal is ott merült fel, hogy beszéljünk már egy kicsit erről, hogy erőnlét és játék kapcsolata, és erről neked azért van egy jól megfogalmazott véleményed, egy több komponensű, több lábon álló, mondjuk így holisztikus szemléleted. Igen, ugye, ha emlékszel legutóbb pont, azt hiszem a Rádgéber konferencián beszélgettünk erről, ahol találkoztunk, és te említetted Martin Bussénak a könyvét, ahol próbálja az egyes összetevőket mondjuk egy csapatsportágban megjelölni, és most természetesen nem a számok a lényegesek, de abszolút egyetértek vele azzal, hogy az összes labdajátékban beszélünk, kézilabdáról, labdarúgásról, kosárlabdáról, röplabdáról, az erőlétnek van valamekkora szerepe a teljes egészen belül, 20-30-40%, van, aki azt mondja, hogy kevesebb, van, aki azt mondja, hogy több, nem ez a lényeg. Viszont az biztos, hogy emellett a technika, taktika, mint olyan, az sokkal nagyobb szeletet képvisel önmagában. És szerintem ezt ki kell mondani, és a helyén kell kezelni, mert nagyon sokszor hallok, akár itthon is, külföldön is, most ebből a szempontból teljesen mindegy, végletes álláspontokat, és ez alatt azt értem, hogy valaki azt mondja, hogy nem, egyáltalán nem fontos az erőlét a csapatsportákban, szerintem ez sem igaz, és a másik vonalat sem hallom, vagy fogadom el, amikor viszont azt mondjuk, hogy de, ezen fog múlni minden, ettől fogjuk megnyerni a mérkőzést, ettől leszünk jobbak, mint az ellenfél. Tehát valahogy egy picit az egészet szerintem kontextusába kellene kezelni, és arányaiba, hogy erről szoktunk mi is beszélni, és szerintem ebbe te is egyetértesz. És ez az arány megtalálás, ami szerintem a legnagyobb kihívás és feladat, akár még napjainkban is. Említetted a múltkor a most lezajlott futball VB-t, ugye azoknak a mérőszámait, a sikerfaktorokat, futott, nem futott, sprintelt, nem sprintelt, stb. Stb. Csak a fizikai részét, és nyilván itt nem csak a fizikai részéről van szó. Ez hogyan néz ki ebben a megfogalmazásban? Igen, ez nagyon érdekes, mert ugye megint, hogy ott vannak a számok, de ki hogyan értelmezi. És pont valamelyik nap volt a közösségi médiában erről egy poszt, hogy érdemes újra gondolni a klasszikusan használt mutatókat, mert hogy valójában ezek nem teljesítmény meghatározó faktorok. Ez volt a posztnak a címe. És ez úgy jött ki, hogy tulajdonképpen most az összes megtett távolságot hagyjuk, mert azért azt tudjuk, hogy labdarúgásban nem Nem teljesítmény releváns, így meghatározó. van. Így van, de megnézték a 20 km/h fölött és 25 km/h feletti távolságot, csapatátlag az összes mérkőzésen, és ezt nézték meg gyakorlatilag a megnyert mérkőzések viszonylatában, vagyis a helyezés, vagy ha így tetszik, akkor az eredményesség viszonyában. Úgyhogy ebből kijött, hogy mondjuk csak a két legjobb csapatról beszéljünk, mondjuk Argentina vagy Franciaország, viszonylag a középmezőnyben vagy a középmezőny alján helyezkedett el, ellentétben mondjuk egy USA-val vagy egy Kanadával, akik a másik oldalon nagyon-nagyon magas fizikai teljesítményt produkáltak, viszont ez nem volt olyan siker, nem párosult olyan siker ebből a szempontból. És ugye ebből jött az egyszerű interpretáció, hogy jó, hát akkor valójában nem ezek a teljesítmény meghatározó tényezők, mert hogyha ezek lennének, akkor nyilván van Argentina és Franciaország átfal ebben az élen. Én meg ezt egy kicsit másképp interpretálom, mert hogyha valaki megnézi ezt az ábrát, akkor azt látja, hogy mondjuk, és akkor egy konkrétumot is mondjak, magas intenzitású futásban csapatszinten mondjuk a 8-9 ezer méter között van a legtöbb csapat, ebből fölfelé kilóg persze USA és Kanada mondjuk 11 ezer méterrel, vagy mondjuk sprintben 2200-2500 méteren van a legtöbb csapat, vagy ez a két említett csapat kilóg mondjuk 2800-3000 méterrel, de valójában nagyon kevesen vannak alatta. Tehát szerintem itt nem arról van szó, hogy neked az adott mutatóban a legjobbnak kellened ahhoz, hogy döntős legyél és megnyerd a VB-t, hanem arról, és ezt szoktam mindig mondani mindenhol, hogy van egy nemzetközi minimum, egy fizikális minimum, amit neked teljesíteni kell tudni,
akár csapatszinten, posztszinten, most itt ugye nem bontották ezt posztszinten, ahhoz, hogy te nemzetközi szinten versenyképes legyél. Ha ez megvan, akkor értelemszerűen nem ez fog dönteni, hanem az egyéni kvalitás, a taktika, stb. De hogyha te ezt a minimumot nem tudod, akkor Igen. nem fogsz tudni oda kerülni. Tehát én erre azt szoktam, ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy az erőnlét ezen a szinten, most akkor a labdarúgásban, de véleményem szerint a többi csapatsportágban is, egy szükséges, de nem elégséges feltétele a sikernek. És ezt szerintem nagyon fontos kimondani. Arról nem is beszélve, és akkor be fogom fejezni ezt a gondolatmenetet, hogy nagyon fontos paramétereket nem néztek, ugye ezek a nyilvánosan elérhető adatok, gyorsulás, lassulás például nem néztek, illetve nem tették elérhetővé, illetve a kontextus kérdése. Tehát, hogy azt a sprintet én mikor futom labdabirtoklásban, vagy amikor az ellenfélnél van a labda, hiszen arról az utóbbi időben több cikk van most már angol bajnokság, német bajnokságban, hogy igenis a jó és a kevésbé jó, vagyis a sikeres és a kevésbé sikeres csapatok között az differenciál, hogy ők a labdabirtoklásban végzik ezeket a minőségi futásokat, míg a gyengébb csapatok a labda ellenében. Hát magyarul védekeznek, és akkor Így van. kergetik a labdát. Gyakorlatilag igen. Egy pillanat. Egy kisebb technikai szünet az ablak elhúzásával. Ugyanezt lehetett látni egyébként, amit te mondasz, azt hiszem 2018-19-es olasz bajnokságnak az átfogó elemzésénél, hogy az első három és az utolsó három csapat fizikai mutatói, mérkőzés mutatói között nem volt differencia. Tehát, és itt jön a probléma, effektíva az értelmezési probléma szerintem, hogy akkor nem mondja azt az edző, hogy hát akkor nem foglalkozunk a kondícióval, hanem arról van szó, amit te mondtál, hogy az, hogy valaki fizikálisan, motorikus képességei szerint rendben van, és tud nemzetközi szinten teljesíteni, az alapképességnek számít 2022-23-ban, és nem pedig egy extra történet. A másik, hogy ott, mit említettél a labdarúgó világbajnoksággal, hogy azt is érdemes lenne megnézni, hogy az a 1-200 méter sprint különbség az effektíve szignifikáns-e. Tehát tényleg ad-e annyit, vagy pedig csak jól mutat esetleg egy-két blokk bejegyzésben. Egy picit Egyetértek. Itt említetted az arányokat, a specifikus, sportág specifikus mozgás, játékterhelés alatt reprodukált állóképesség, illetve a izolált állóképességi edzés, nevezzük most futásnak, de nyilván ott az airbike-tól kezdve a lehetőségek tárháza végtelen, de tehát nevezzük izolált fejlesztésnek, vagy inkább mondjuk gyorsan futásnak, hogy mindenki értse, hogy ezt te hogy látod? Mi a te meglátásod ezzel kapcsolatban? Tehát mondjuk Szerintem ez egy... nem is effektív az arányok, hanem kell, nem kell, stb. Tehát hogy hozzuk ezt össze? Igen, szerintem ez megint csapatsportágakban egy állandó vita, és ebben megint azt látom, hogy viszonylag végletesek a kollégák, vagy a legtöbb kollega. Tehát pontosan, amit megfogalmaztál, akkor egyszerűsítsük, van, aki azt mondja, hogy kell az izolációs fejlesztés, menjünk ki, fussunk, és csak az, vagy döntően az, míg van egy másik vonal, aki meg azt mondja, hogy nem, majd én azt a labdarúgó, vagy kézilabda edzésen belül, kvázi a labdás gyakorlatokkal, kisjátékokkal, nevezzük akárminek, megadom ezt a terhelést. Én nekem ebben nagyon sok kételyem van. Tehát megint egy picit középre helyezkednék, és nem azért, mert nem akarom a véleményemet megfogalmazni, mert a véleményem az, hogy szerintem mind a Középen kettőre vagy, igen. különbség van. Így van. Vagy mind a kettőre szükség van, bocsánat, tehát középen vagyok, igen, ahogy mondtad. Mindig azt szoktam mondani, az első és a legfontosabb az egy kritérium vezérelt megközelítés kell, hogy legyen. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy nekem folyamatosan, mondjuk egy versenyidőszakról beszélünk, nyilván a felkészülés egy picit más, folyamatosan monitoroznom kell azt, hogy mondjuk milyen az én állóképességem, mennyi állóképességi munkát végzek egyáltalán. Ehhez nyilván van millió módszer rendelkezésre áll, mérhetek akár mondjuk edzésen, vagy edzés követően laktától, csinálhatok pályateszteket, monitorozhatom a pulzusválaszt, nézhetek HRV-t, nyilván ezeknek a tárháza gyakorlatilag végtelen. Tehát nekem tudnom kell, hogy mi az az inger, amit én szeretnék adni a heti munkába ahhoz, hogy az állóképességet szinten tartsam, vagy esetleg fejlesszem. Ha ezt tudom, és ezt meg tudom mérni, akkor jön a következő kérdés, hogy én ezt hogyan tudom elérni. Abba egyetértek, hogy felnőtt szinten, amikor ugye a versenyzés a cél, folyamatosan mérkőzésre vagy mérkőzésekre készülünk, akkor ugye állandó időhiányba
időszűkében szenvedünk. Tehát nyilvánvalóan amennyire lehet próbálunk specifikus munkát végezni. Tehát, hogyha én ezt a szintentartást vagy fejlesztést mondjuk egy profi klubnál, aki bajnokok ligájában játszik, meg tudom oldani labdás gyakorlatokkal, kisjátékokkal, akkor az szuper. Tegyem meg. Utánpótlás szerintem egy teljesen más helyzet, és teljesen más a helyzet, hogyha játékosomnak a technikai tudása nincs olyan szinten, hogy egész egyszerűen olyan tempót diktálják ezekbe a gyakorlatokba, hogy meglegyen ez az állóképességi ingel, ami nekem a fejlesztéshez vagy szinten tartáshoz szükséges, akkor szerintem abszolút megvan a szerepe ezeknek az izolált ingereknek. Tehát én mindig azt mondom, hogy picit azt láttam, hogy ez ilyen filozófiai kérdés itthon. Nekem ez a filozófiám, nekem meg az a filozófiám. Nekem meg az a filozófiám, hogy nézzem meg, hogy melyikkel mit tudok elérni, és az alapján válasszam ki az eszközt, ne pedig előre eldöntsem, hogy vagy ezt, vagy azt fogom használni. Mert a lényeg a végcél szerintem. Most egy picit rontom a mundér becsületét, már mint a mundérom becsületét, egy negatív példát szeretnék a munkámból felhozni. Volt egy időszak, amikor kisjátékokra építve fejlesztettük a játékosoknak a, nevezzük így, high intensity típusú állóképességet, de ebben most nem menjünk bele, mert felállt tőle a hajam. Tehát, és eljutottunk oda, hogy 6x3 perces blokkokba heti rendszerességgel ők ugye heti egy mérkőzést játszottak. Még ez ifjúsági csapat volt. És szépen elindult a fejlődés, nyilván a vége volt a 6x3. És a végén a 6x3, mint játékminőség már nem volt értékelhető, mert olyan fáradtak voltak a negyedik, ötödik, hatodik 3 perces intervallumra a sportolók, hogy gyakorlatilag a technikai végrehajtás minősége nagyon romlott. És akkor itt fölmerült a kérdés, hogy ugye van a szervezetnek egy gonosz tulajdonsága, a mozgástanulásnak, hogy nem csak a jót tanulom meg, a gyorsat, a egyérintőt, a villámgyors gondolkodást, hanem adaptálódok én a lassúhoz is, a rosszhoz is, és hogy nem kellene-e futni. Mind a mellett, hogy beszéljünk arról, hogy mivel nem volt megfelelő az aerob előkészítettsége a srácoknak, ezért egy 3-4 hónap után elérték a plafont, és más módszerekhez kellett nyúlni, hogy egyáltalán tudjunk fejleszteni. De a lényeg ezeknek az egész sztorinak az, hogy én véleményem szerint van egy ilyen 70-30-as, 80-20-as arányszám, legyen kinek mennyi, akár bármelyik csapatsportágról, bármelyik egyéni játékról beszélünk, ebbe benne van a tenisz is mondjuk, ahol izoláltan fejlesztem, kompenzálok akár a kis játékokból, mondjuk ha most újra csinálnám, akkor a 6x3 perces terhelés úgy nézett volna, hogy 4x3 perc játék, és 2x3 perc izolált mozgásfejlesztés, tehát mondjuk futás lett volna ez a történet. Én nagyon örülök, amikor mondtad ezeket, hogy középen vagy, és az arányokat, tehát mindenből megfelelő módon találni a fejlesztés arányait, mert én is abban hiszek, hogy hosszú távon csak így tartható fönt a sportolónak a fejlődési pályája, tehát kevés sérülés, gyors regeneráció és egyebek. Igen, akkor amit mondasz, erre hadd kapcsolódjak rá két. Én is mondok egy negatív példát az én pályafutásomból, másrészt meg egy nagyon érdekes felvetés a fejlesztéssel kapcsolatban. Negatív példa, klubcsapatnál dolgoztam, felkészülési időszak 6 hét, megfelelő magas intenzitású intervallokkal, 4 percekkel, fél-fél percekkel, ismétlődő sprintekkel végigmentünk 2-2-2 hetes bontásban. Elég jó szintre eljutott az aktuális csapat, majd jött a versenyidőszak, teljes egészében kikerültek ezek a fejlesztő munkák az edzésprogramból, mert hogy ugye versenyidőszak van. Mérkőzés teljesítmény monitorozás, 4-6 hét után elképesztő esés, 20-30%-os visszaesés. Aztán ezt visszaépítettük a programba, fenntartó ingerként, vegyesen játékkal és futással, tehát picit, amit említettél. 2-3 hét és múlva belettetek. Tessék? És 2-3 hét múlva rendbe lettetek, bocsánat. És így van, és visszakerült a történet a helyre. Tehát ebből szerint nekem egy nagyon fontos dolog volt. Nagyon jót szoktam mosolyogni azon, és senkit nem szeretnénk megbántani, amikor mondjuk egy augusztusi felkészülés kapcsán decemberben hallom még, hogy nem sikerült jól a felkészülés. Most nagyon jó lenne, hogyha egy felkészülés kitartna az egész fél évre, szerintem ez nem így van. Tehát szerintem egy 4-6 hétnél tovább nem tart ki, akármilyen felkészülésről beszélünk. Ez az egyik dolog, amit szerettem volna elmondani. A másik, amit mondtál, és rendkívül fontos, a
adott módszernek az előnyei hátrányai, mert picit azt látom itt is, hogy csodavárás van. És egy egyszerű példa, én ezt úgy szoktam oktatni a különböző tanfolyamokon, hogy tűzoltó módszer, ugye sprint interval módszer, amikor 6-szor, 8-szor, 30 másodperc maxintenzitás, ugye csúcsra járatjuk az anaerob laktatív terhelést, 3-4 perc teljes pihenő, és ezt ismételjük 4-szer, 6-szor, 8-szor, attól függ, hogy hol tart a sportoló. Ezzel 2 hét alatt nagyon-nagyon fel lehet pörgetni a mitokondrium számot, a mitokondriális légzést, gyakorlatilag egy perifériás alkalmazkodást elérek, 20-30% fejlődés elérhet az állóképességbe. De pont amit mondtál, gyakorlatilag ugye ezeknek a mitokondriális fehérjéknek a felezés ideje valahol 1 hét körül van, tehát 1 hét után, ahogy én ezt abba hagyom, egyrészt van egy plató, tehát 3-4 hét után van egy plató, egy, kettő, gyakorlatilag ahogy abba hagyom ezt az edzésingert, 1 hét után elkezdek letörni, és elkezd csökkenni az állóképesség. Tehát megint tudnom kell, most persze, hogyha a bajnokság közben kirúgták az előző edzőt, oda kerültem, és 2 heten van rendbe tenni a csapatot, felnőtt csapatról beszélek, mert utánpótlásban ezt mondjuk nem nagyon alkalmaznám, hiszen ugye erre a fajta terhelésre, vagy nagyfokú savasodásra azért a serdülőkör előtti gyerekek nincsenek felkészülve enzimatikus oldalról, akkor ez egy tök jó módszer. De én hosszú távú fejlesztésbe gondolkodok, akkor biztos, hogy nem ezt fogom választani, hanem akkor nyilván a szív oldalára fogom ezt megpróbálni megoldani, ütőtérfogatnövelés és a többi, de ez meg 3 hónapnál kezdődik. 2-3 hónap folyamatos munka, megfelelő zónába alapálló képességfejlesztésén keresztül. Tehát én azt látom egyébként megint csak problémának, hogy ahelyett, hogy egy-egy gyakorlatba gondolkodnánk, tisztelt a kivételnek, vagy egy-egy módszerbe, megint megfordítanám, mi az adott célom az adott csapattal, adott játékossal, és ahhoz kell módszert választani, mert azért ezeknek a módszereknek a hatása nincs tökéletes módszer. Tehát aki azt mondja, hogy van egyfajta állóképességfejlesztő módszer, amivel ő utánpótlás, felnőttkorú játékost versenyidőszakba, felkészülési időszakba egyéni szinten tud fejleszteni, szerintem ilyen nincs. Viszont a célhoz már a megfelelő módszer hozzárendelhető, tehát itt megint egy picit megfordítanám Értem. az általános gondolatmenetet. Igen, de itt vissza a KH-hoz, hogy mi a cél. Tehát, hogy én egy félprofi amatőr sportolót neveljek, aki munka mellett jól fogja magát érezni a sportpályán, vagy pedig olyan játékos neveljek, aki mondjuk bajnokok ligája szinten tud teljesíteni, vagy professzionális sportolóként 15 évig ebből fog élni. A fejlesztés, meg hát ugye sportág és sportág, meg bajnokság és bajnokság, mert ugye egy élvonalbeli kosárlabda vagy röplabda egyesület az 80-90 meccset, vagy játékos, válogatott játékos, nemzetközi, magyar bajnokság, kupa, kutyafüle, tehát lejátszik 60-80 mérkőzés között egy évbe, plusz az edzőmeccsek. Tehát jó, lehet, hogy kicsit sok a 80, de mondjuk kosárlabdába, akit hallottunk, azt hiszem az Olimpia Milánónak az edzője, performance menedzserje azt mondta, 80-90 meccset játszanak egy szezonba. Tehát ott hol fejlesztesz? Tehát nyilván gyakorlatilag sehol, de nyilván itt visszacsavarok egy picit, hogy pont az olyan sportágakba, ahol mondjuk kosárlabda, kézilabda, röplabda, ahol mérkőzésen belül tudok rotálni, és adott esetben a taktikai cél, ha elérte a csapat, vagy az eredmény célt elérte, akkor ki tudom venni a játékost a mérkőzésből, egy kisebb ha elérte, egy kisebb terhelést adva a mérkőzésen, és a mérkőzés követő még ebbe a feszített időszakba is akár valami tűzoltó jellegű munkát tudok végezni. Szerintem a labdarúgás ebből a szempontból talán egy kicsit nehezebb, egyszerűen ott meccsen belül nem tudsz rotálni, vagy fenn vagy 90 percen keresztül, vagy nem. És ha van 3 vagy 4 játékosod, akit becserélhetsz, és azok is általában azért taktikai cserék, tehát nem rotációs célra cserélnek, nem tudnak oda-vissza cserélni a srácok. Ott ez a kérdés talán egy picit fordított. Egy picit, ha már az erőnlét, és akkor a sebesség, és a gyorsaság, és a mérkőzés, mert tudom, hogy erről van egy szakmai anyagod, hogy a izolált gyorsaság, mérkőzésen belül mért gyorsaság, illetve az edzésen belül különböző játékszituációkban mért gyorsaság, ezek hogyan lépegetnek egymáshoz? Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye nyilvánvalóan azt a labdarúgásról beszélünk, látni kell, hogy
a gyorsaságot, mint vagy a gyorsaságnak a megnyilvánulását a poszt nagyon erőteljesen befolyásolja. Ugye itt mindig a fejlesztésnek és a mérésnek a kérdése ebből a szempontból felmerül. És itt például arra gondolok, hogy nyilván van egy belső poszton játszó védő vagy középpályás, sosem fog tudni a maximális sebességet elérni mérkőzésen, mint mondjuk egy szélső, akinek van területe. Éppen ezért, amikor mérünk, akkor fontos, hogy külön válasszuk a mérkőzés teljesítményt, meg külön válasszuk a tényleges képességet. Tehát magyarul melyik a limitáló ebből a szempontból. Tehát szerintem ilyenkor a pályateszteknek, mondjuk egy egyszerű sprintesztre, vagy akár GPS-szel végrehajtott 30-40 méteres sprintekre, akkor nagyon jól meghatározható ez a történet. Illetve nyilván most már abban az irányban megy abszolút a labdarúgás, de ha mondjuk egy kosárlabdát vagy egy kézilabdát nézünk, akkor ez meg még inkább. De területek beszűkülésével sokkal inkább a gyorsulások, lassulások szerepe fog megnőni, ami meg nyilván energetikai szempontból is érdekes, nagyon-nagyon érdekes erő szempontjából, hogy hogyan tudom tulajdonképpen a testemet gyorsítani, illetve úgy fékezni, hogy ne sérüljek meg, hiszen ugye a lassítás azért az ebből a szempontból, hogy fékezés az egy abszolút aktivizmus munka ebből a szempontból. Tehát ezeknek az arányait érdemes, és ezzel kapcsolatban érdemes profilozni a játékost. A másik dolog, amit itt én mindig meg szoktam említeni, hogy de nézzük, hogy mondjuk 25 km per óra fölött mennyit sprintel a játékos. Mindig szoktak velem vitatkozni más labdajátékokba dolgozók, hogy jó, de kisebb a kézlabdapálya, kisebb a kosárlabdapálya, ott én más sebességzónát használok. Én nem azt akarom bebizonyítani, hogy egy kézilabdában kevesebb lesz adatzónában megtett távolság, mint labdarúgásban, mert ez egyértelmű. Tehát nyilvánvalóan a pálya méret ezt egyértelműen befolyásolja. Viszont profilozás szempontjából nekem nagyon-nagyon fontos, hogy mennyi munka van az egyéni maximális sebesség környékén. Tehát ténylegesen, amikor arról beszélünk, hogy gyorsulási képesség vagy maximális sebesség, mind a két megjelenési formája, vagy két véglete úgy tetszik a gyorsaságnak, akkor nekem ezt tudni kell, hogy ezek milyen arányban jelennek meg. Éppen ezért én labdarúgásban, nemzetközi szinten ezt még kevésbé látom, vagy legalábbis nem publikálják le. Én mindig külön nézem a 30 km per óra fölötti távot is. Most megint azzal lehet vitatkozni, hogy mennyi egy labdarúgó maximális sebessége, 35, 36, 37. Egyre több. Így van. Nekünk azért az a tapasztalatunk, hogy a 33-34 km per óra körül azért megállnak a játékosaink. De gyakorlatilag, hogyha ennek én veszem ehhez képest a 30 km per órát, ez egy jó közelítéssel 90%-nak felel meg. És abszolút azt láttuk most már az évek során, vagy azt látjuk, hogy a 30 km per óra fölötti távolság az, ami igazán differenciál gyors és gyors játékos között, nem a 25 km per óra fölötti, mert 25 km per órával valószínűleg most egy kicsit bemelegítünk, akkor még egyszer mi is tudunk futni. Viszont nem mindegy, hogy ebből a 25 km per óra fölöttiből mennyi lesz mondjuk 25-28 között, és mennyi 30 km per óra fölötti. Szóval szerintem a profilozás fontos, lássuk, hogy melyik milyen arányban fordul elő, és ehhez tudok már utána fejlesztést kapcsolni, és lehet azon akkor mondjuk gondolkodni, hogy egy adott sportágban, mondjuk kézilabdában kell a maximális sebesség mérése, fejlesztése, vagy nem. Hát, amit mi mértünk kézilabdába, ott a csúcs az olyan 26-27 km per óra volt, maximális sebesség, nyilván nem minden támadáson belül, de nyilván ott látni kell a testtömegarányokat, tehát ugye nagyon a felépítését, és amit te mondtál, hogy a mikromozgásoknak a szerepe teljesen más, tehát mondjuk egy kézilabdában egy beálló játékos, lehet, hogy nem fut egy sprintet se, de 10-20 másodpercenként szakítják le róla a mezt, és ül a nyakába 220 kilós védekező játékos, tehát ott megint más fizikai profilról beszélhetünk, vagy fogunk vele találkozni. És amit az eredeti cél volt ezzel a beszélgetéssel, egy picit terelném az állóképesség irányába, és kezdeném úgy, hogy kérdezném úgy, hogy, tehát ugye az előbb beszéltünk róla, hogy bizonyos csapatoknál, bizonyos sportolóknál a felnőtt korban a fejlesztés, ha akarnám, se tudnám, mert nincs rá időm. A másik része, hogy a felnőtt korban bizonyos képességeket fejleszteni, még ha van is rá időm, meglehetősen limitált, tehát a sportoló nem fogja elérni azt a teljesítményplafont, ami genetikailag bele lenne kódolva. És akkor itt jön talán a megoldás, nem? Hogy az utánpótlás korban, bizonyos életkori szakaszokban ezt a képességet, a kondicionális képességek közül úgymond dominánsá tenni.
Igen, abszolút egyetértek, bár hozzáteszem, ezzel kapcsolatban bennem elég sok kétely van, már nem azzal kapcsolatban, hogy utánpótlásban kell állóképességet fejleszteni, mert ezzel maximálisan egyetértek. A hogyannal és a mikorra, és nem azért, mert vitatom feltétlenül a szenzitív időszakoknak a létrejöttét, vagy pontosabban a meglétét, hanem egész egyszerűen azért, mert ha megnézed a nemzetközi szakirodalmat, akkor nagyon-nagyon vegyes, tehát én abban hiszek, és azt el, vagy ez nem hit kérdés ebből a szempontból, tehát a szakirodalom alapján egyértelmű, hogy a szív fejlesztését, hatékony fejlesztését, ütőtérfogat növelését, kapillarizációt az utánpótláskorban kell megalapozni, mondjuk serdülőkor környékén és ezt követően. Ebbe szerintem nagyon-nagyon vita nincsen. Az, hogy ezt milyen módszerrel érem el, tehát hogy ezt mondjuk csak alacsony intenzitású, hosszú távú futómunkával, vagy ugyanolyan időtartamú és közel azonos intenzitású folyamatos labdás gyakorlatokkal, már ebben is vita van a szakirodalomban és a szakemberek között, mert ugye van, aki azt mondja, hogy abban a pillanatban, hogy ebbe én belerakok tempóváltásokat, irányváltásokat, sebességváltásokat, már nem az a fajta inger lesz, vagy lesz meg az a fajta inger a szívnek, és már nem ugyanaz a hatása. Tehát itt már van egy kérdés, ami szerintem nem egyértelmű. A másik kérdés, hogy ezt mennyi ideig érdemes csinálni, milyen hosszan, hányszor, és akkor ugye megint bejön a kérdésed, amit említettél, és nem akarom ebbe az irányba elvinni, de vannak, akik például utánpótlás korú gyerekeknél is ebből a szempontból magas intenzitású intervallezést ajánlanak, mondjuk hosszabb 4 perc, vagy annál hosszabb intervallokat. Igen, 3-4 perceseket. Így van. Hogy annak is van a keringésre ilyen szempontból hatása. Többek között egyébként valamennyire Boucher is, tehát elkezdték ezt vizsgálni, hogy azért van ezeknek a hosszabb intervalloknak is hatása az ütőtérfogatra. Nem egyértelmű a dolog, és rengeteg kérdés van itt, és ezekre, amiket most felvetettem, nem is fogok tudni egyértelmű választ adni. Szerintem az egyértelmű, hogy el kell kezdeni, de hogy pontosan mikor, milyen gyakorisággal, és ami a legfontosabb, milyen gyakorlattal, ott azért még vannak kételyek, és ebben nem mernék őszintén szóval állást foglalni mondjuk a két végpólus között, amit az előbb megfogalmaztam. Azért is vetettem fel ezt a kérdést, illetve hát most elengedhetjük az állóképességet, és maradhatunk magánál a gyerekek fejlesztésének a kérdésénél, mert hogy minél inkább pénzügyi kérdésé vált az élsport, üzletté vált az élsport, a felnőtt élsport, tehát lássuk ezt a világbajnokságot, hogy előtte egy héten még mentek a nagy bajnokságok, felültek a repülőre, reszálltak és játszottak, és hazamentek, és ezt folytatták, és úgymond magára a játékosokra, vagy a játékosra a kutya nem kíváncsi. Tehát, hogyha valami bajod lesz, akkor jön a másik elv. Működik, nyilván az edzőnek van egyfajta felelősség ezekkel a sportolókkal szembe, és én úgy gondolom, hogy az utánpótlás korban történő, hát nem jó szó, de ezt használom, professzionális munka, tehát inkább úgy mondom, hogy minőségi, és nagyon koncentrált, és nagyon jól lemért, és nagyon jól lekoordinált munka szerepe nagyon felértékelődik. Tehát ezek a srácok ugye 18-19 évesen elvárás tőlük, hogy neked felnőtt szinten kell. És tehát azokban, hogy most a szenzibilis időszakokat, azt én is kétlem, mert amikor csináltunk PHV mérést 14 éves naptári 14 éves korban lévő gyerekeknél, a 20 gyerekből 5 vagy 6 volt, aki a biológiai érettségét tekintve 14 éves volt, a másik fele 12 és fél, meg volt még egy jó pár, aki meg már majd bőven 15 fölött a biológiai érettség szerint, tehát inkább lehet, hogyha lehet ezt közelíteném. Az, hogy high intensity a gyerekeknek, azt én is adom, úgymond adom, tehát én is támogatom. Nyilván meglepő ez a 3-4 perces terhelési blokk, mert hát ott mondjuk ki azért csontig tudsz savasodni, és nem biztos, hogy az úgymond támogató. Viszont a verőtérfogat szempontjából, és ez egy ilyen mondjuk úgy szürke állítás, mert túl sokan nem állították, csak egy-két kutatás volt erre, hogy a hosszú intervall utáni passzív pihenő időszakban van egy olyan produktív 1-2-3 percet, amikor a verőtérfogat brutálisan kitágul, és azt feltételezik, nem bizonyítják, azt feltételezik, hogy ez fogja nekem a verőtérfogatot, a szív izomnagyságot, a kapillárisokat és az egyebeket nekem majd úgymond produktívan fejleszteni. Tehát ezért jó ez a szakma, mert 10-10 félét mondanak, és egy kicsit el tudunk veszni a részletekbe,
és jön egy Messi, aki fut 8 kilométert, berúgdossa az összes 11-est, és ő lesz a világ legjobb labdarúgója, világbajnok lesz, tehát egy picit ez átírja. Tehát a játék az még mindig játék, ahogy mondtad az elején, nekem is. Arányokat nagyon nehéz megtalálni. Én inkább úgy gondolom, hogy a jelenlegi utánpótlás nevelő rendszernek, minden klubnak egy vízióval kellene rendelkezni, egy hosszú távú elképzeléssel, hogy ő azokat a gyerekeket hova szeretné eljuttatni, mi a célja, és ugye ahogy mondtad, hogy nagyon-nagyon sok szakirodalom van, akkor fogom azt látni, hogy oké, én a Bajnokok Ligájába akarok gyereket nevelni, akkor ott ezek a paraméterek, na akkor nekem oda kell ezt a srácot fölkészítenem. Vagy mondjuk a másodosztályba akarom Magyarországon versenyeztetni, ott ezek a paraméterek, és akkor úgy edzünk. Tehát egy kicsit inkább ez a hosszú távú projekt elképzelés, amit gondolok én, hogy és akkor amellett következetesen úgy, hogy nyilván végig menni. Igen, most nagyon sok fontos dolgot mondtál, Egyszerre mindent is, ahogy szoktam igen, itt. megpróbálok el röviden mindegyikre reflektálni. Igen, az állóképesség kapcsán tökéletesen egyetértek, nagyon-nagyon sok a kérdés. A Messi kapcsán csak egy gondolat, mert nagy veszőparipám, és nem a zsenialitását akarom vitatni. Voltam itt egy kollégával szerencsém beszélgetni, aki mérte a Messi sprintek közben, hogy ez mindig felmerül, de ő nem fut, nem sprintel annyit, és a többi. Igen, csak van egy 7,5-8 méter per szekundum négyzetes gyorsulás, ami labdarúgók között egyedülálló. Tehát gyakorlatilag 2-3 méteren olyan előnyt szerez bárkivel szembe. Tehát van egy olyan fizikális képessége neki is, amit utána a technikai képességével és a játékértésével már gyakorlatilag aranyá változtat minden. Igen. Csak azért szoktam elmondani, mert mindig a Messi-t szokták mondani ilyen előadásom után, hogy nem fontos a labdarúgásban a fizikális képesség, de csak neki egy másik van. Tehát neki Zárójelbe van egy zárva. olyan extra fizikai képessége, Igen, ami igen. senki másnak, igen. Így van, így van. És ezzel gyakorlatilag olyan előnyt szerez, hogy utána neki nem kell sprintelni. Ez az egyik része. A másik része, ami nagyon-nagyon fontos, és említetted az utánpótlással kapcsolatban, én azt látom, hogy nagyon nagy gond az, hogy utánpótlásba felnőtt módszereket próbálunk alkalmazni. A gyerek az nem kicsi felnőtt, közhely, de tényleg így van. És főleg most akár az infrastruktúra javulásával, a mérésekkel, ami egyébként nagyon jó, és én nagyon támogatom félreértést ne essék, tehát aki ismer engem, tudja, hogy én abszolút méréspárti vagyok. Viszont nagyon, nagyon rossz, hogy elmentünk abba az irányba, szerintem egy picit elmegyünk abba az irányba, hogy versenyeztetjük az utánpótláskori játékosokat ahelyett, hogy fejlesztenénk. Heti ciklusokban gondolkodunk, mint a felnőtteknél, és mérkőzésre készülünk. Nyilván tisztelet a kivételnek, tehát nem szeretnék általánosítani, mert ez egyértelműen a hosszú távú fejlesztésnek a rovására megy. Úgyhogy gondolkodhatunk itt periodizációs modellekben, amit egy az egybe átveszünk felnőttektől, és rárakunk utánpótlás programokra. Ezek biztosan hogy nem fejlesztik a játékost hosszú távon. Úgyhogy, de ez nyilván egy nagyon összetett probléma, és ma nem szeretném én most itt ezt ebbe az irányba elvinni a beszélgetést, de tökéletesen egyetértek veled, hogy utánpótlásban nem lehet egy évben meg egy szezonban gondolkodni. Se szakember szintjén, se pedig legyen az edző vagy erőléti edző, sem pedig a gyerekek szintjén, hanem hosszú távon 4, 5, 6, 8 éves távban kell gondolkodni. Én itt látom a hibát egyébként, vagy a problémát Hát leginkább. akkor azt mondod, hogy 4, 5, 6, 8 éves periodizációs, nevezük periodizációs termek kellene az asztalon lenni, ami nyilván csiszolódik, finomodik, de amikor bejön valaki a fiatalként az Egyesületbe, akkor én már tudjam azt, hogy 3 év múlva, 4 év múlva melyek azok az építőkövek, amelyeket nála beszeretnék rakni a munkába. Én azt A gondolom, hogy igen. Biztos, hogy ez egy idealista, bocsánat, megközelítés, de azt gondolom, hogy igen. Oké, én is ezen a véleményen vagyok. Túl sok mindenbe egyezünk meg, akkor így nem lesz belőle egy jó kis celebizés, sárdobálás, az így nem lesz jó. Valamiben mondjunk egymásnak ellent. Ez a periodizációs kérdés, blokkok, meg vegyes, meg mezó, meg mikro, meg makro, meg egyebek, ez nyilván nagyon szépen meg lett alapozva ebbe az ex-szovjet vagy szovjet modellbe, ami tényleg tök jó, és én nagyon szeretek periodizálni, de az én tapasztalatom is az, hogy tehát amikor már valakinek 3-6 hetes mezociklusa van felépítve, akár az utánpótláson belül, akkor az már az egy, nevezhetjük egy hosszú távú projektnek.
ami úgy mondom, hogy talán azért kevés. Tehát lehet, hogy ahhoz, hogy ez a srác bejön, és én megnézem, és mit tudom én, ennyit fut 13 évesen, és 18 évesen meg ennyit kellene futni, de ez nyilván érvényes a technikai dolgokra is, és a taktikai elemeknek az elsajátítására, ahhoz ez egy 6-8 éves tervet kellene tudnom készíteni. És itt Igen. ez a vízióhoz, hogy na mi a vége. Azért mondom ezt a víziót, mert hogy a németeknél a futballban, a utánpótlásban le kell rakni az asztalra egy futballvíziót, egy tervet, hogy én, mint Freiburg, mit akarok kezdeni az utánpótlásommal, én, mint Bayern München, mit akarok kezdeni az utánpótlásommal, mi a célom vele, és akkor ezért mit teszek, és ezt a német szövetség elég szigorúan ellenőrzi és követi végig, hogy nem kell a Freiburgnak úgy dolgozni, mint a Bayern Münchennek, de ha leírtad, hogy te így akarsz dolgozni, akkor bitte schön, dolgozz így. Igen, csak egy dolog, most már lassan 10 éve voltam kint ugye Angliában, és ott például az akadémiai rendszerben, amit ugye ott a 10-es években vezettek be, nagyon érdekes volt, hogy ott az ellenőrzés nem az eredményesség alapján zajlott, hanem minden játékosnak egyéni fejlesztési terve volt, és ugye megcsinálták a periodikus méréseket, de ez ennél sokkal összetettebb volt, mert nem csak fizikai felméréseket végeztek, hanem folyamatos mentális nyomonkövetés volt, iskolai eredmények, stb. És az akadémiának egy fejlesztési terve kellett azt igazolni, hogy ő mindent megtett azért, hogy a következő mérési időszakig az adott egyén, nem csapat, az adott egyén fejlődjön. Tehát, na ez az a fajta megközelítés, persze ez rengeteg emberkel teljesen más megközelítés, és a többi, de nekem ez ebből a szempontból nagyon szimpatikus volt, mert ott tényleg próbáltak egyénekbe gondolkozni, és tényleg próbáltak ebből az irányba menni, az egyéni fejlesztés irányába, ahelyett, hogy a hétvégi mérkőzést kell megnyerni. És nyilván az is fontos, tehát, hogy félreértés ne essék, élsportra készítünk, tehát nyilván van, egyszer el kell majd oda jutni, meg kell nyerni a mérkőzést, és erre a gyerek fel legyen készítve. Csak megint, amiről beszélünk, egy picit a kettőnek az arányát kellene megtalálni, szerintem az nagyon sokat segítene, vagy nagy előrelépés lehetne. Talán egy picit ez egyszerűbb ez a kérdés, mert a válasz egy idős edző kollégám jó néhány évvel ezelőtt mondta azt nekem, hogy figyelj ide, egy fiatal játékos, egy jó játékos, ha jól edz, akkor úgyis eredményes lesz a hétvégén is. Tehát inkább itt én a hosszú távú tervnek a beiktatását. Tehát nyilván ebben nincs benne az, hogy azt mondjuk, hogy na jó, akkor meccs előtt futunk 10 kilométert, mert mi most alapálló képességfejlesztési mezociklusba vagy makrociklusba vagyunk, ilyet nem mond senki, hanem inkább ezt a hosszú távú tervezést, hogyha mondjuk megnézek egy egyesületi munkát, hogy te mondod, augusztusba, meg decemberbe, akkor mondjuk szerdánként decemberben nem még mindig azt a 10x30 másodperces high intensity terhelést adják a játékosnak, akár tök mindegy, hogy felnőtt, vagy most már utánpótláskorú, amit augusztusban adtak. Tehát a fejlődési ív az legyen következetesen fölépítve. Igen, abszolút. Rendben van. Hú, kibeszéltünk mindent, vagy van még egy másfél-két óra? Időm az abszolút van egyébként. Talán még annyit említsünk meg zárásképpen, ha már az állóképesség volt a téma, bár ugye sokfele kalandoztunk, az vagy ebbe is egyet fogunk érteni, vagy hát nem tudom, hogy baj, csak kicsit Jó, az akkor előbb. megígérem ellen mondok, jó, és akkor Jó. várjuk el, hogy nem Nem, így. tehát hogy szerintem azért az legalább így gondolatiség vagy gondolatként hangozol el, hogy valójában akkor miért is kell az állóképesség, vagy az aeróbb állóképesség, ha így szeretnénk specifikálni, akkor most megfordul a szerep, és én kérdezek. Szóval labdajátékokban ez akkor valójában miért fontos? Mert azt már megbeszéltük, hogy nem ettől fog mérkőzést nyerni, de hogy akkor ezt konkretizáljuk már szerintem, hogy miben Alapvetően tud segíteni. fog mérkőzést is nyerni, hogyha felmegyünk a nagyon a specifikus zónáig, ahogy Fülöp Tibi szokta mondani, ez a kvalitatív speciális állóképességi zóna, hogy maradjunk egy kézi kotár futball vonatkozásába, hogy ezeket a mikromozgásokat milyen gyakorisággal tudja valaki megismételni, hogy 30 másodpercenként vagy másfél percenként, ez is egy állóképességi kérdés. Az, hogy a mérkőzésen belül hogyan állítódik helyre a szervezet, az már inkább úgy aerob kondicionális kérdés,
Az, hogy egy hosszú távú sorozat terhelést akár csak heti egy, de akár nyilván heti két-három mérkőzésre a toleranciát, az újra feltöltődést hogyan hozza létre megint aerob, és akkor itt egy picit melemehetünk a sérülés prevencióba is, tehát ugye nem csak a mobilitás és az erő sérülés prediktor, illetve vannak hiánya sérülés prediktor, hanem az állóképességnek a hiánya is tud a túlterhelésből adódó, rossz regenerációból adódóan egy sérülés prediktor lenni. De akkor megint egyetértettünk, akkor ez nem lesz így jó. Abszolút, csak szerintem ezt a három dolgot fontos elmondani, mert ezeken keresztül ebbe igazad van, hogy valójában megint csak teljesítményfokozók lesznek, hiszen ha gyorsabban regenerálódok, meccsen belül jobban tudok teljesíteni, meccsek között többet tudok edzeni, talán még ennyivel egészíteném ki. Ha gyorsabban regenerálódok, többet, vagy legalábbis jobb minőségben tudok edzeni, nagyobb lesz a krónikus terhelésem, a Kabet és munkatársai, önmagában sérülésrizikó csökkentő, arról nem is beszélve, amit megint csak említette, hogy a gyorsabb regeneráción keresztül sérülés rizikó akár kétszer, háromszor nagyobb lehet. Bocsánat, a lassabb regeneráción keresztül, hogyha rosszabb az aerob állóképesség, meg ezeket ugye mind-mind cikkek igazolták. Tehát azt gondolom, hogy ezt mindenképpen érdemes észben tartani, amikor dolgozunk csapatsportákban. Nem csodaszer, de ebben a két-három dologban azt Hát, gondolom, hogy komolyan tud segíteni. igen, itt beszélgettünk a Fülöp Tibinek a teljesítményfaktorok előadásáról, ami 120-30 rengeteg teljesítményfaktor van az élsport világában, alvás, pihenés, étkezés, ilyen bemelegítés, olyan bemelegítés, ilyen regenerációs technika, olyan edzés technika, stb. Tehát millió dolog befolyásolja ezt. Ez a sok teljesítményfaktorból az egyik. Na, nekem van egy nagyon bevésődött pillanat a kis fejembe, és ez nem csapatsporták, hanem úszás, hogy amikor itt volt a úszóvilágbajnokság Magyarországon, a nyílt vízi úszó döntőbe, azt hiszem 10 kilométeres férfi hajrá volt, és így mutatom a kezemmel, ennyi döntött, egy benyúlás döntött a világbajnoki aranyérem, illetve a ezüstérem között, nem volt 10 centi, és 10 kilométerről beszélünk, tehát a nemzetközi sport annyira magas szintre jutott, ugye a szűkebb sportág a labdarúgás, tehát hogy már előjönnek kisebb országok nagyon jó felkészített csapatokkal, tehát kézilabdát, ha nézzük, hogy néz ki egy világbajnokság mezőnye, milyen olyan országok jelennek meg, ahol 10 évvel ezelőtt kézilabda se volt idézőjelbe téve, nem hogy nemzetközi szintű, tehát annyira kiélezett lesz a nemzetközi élsport világa, hogy nem engedheti meg magának egy sportoló, hogy azt mondja, hogy ez nem, hanem inkább ebből kettővel többet. Sajnos ez szerintem nem, hosszú távon nem tud működni. Hát erre rákapcsolódhatok, és akkor majd eldöntött, hogy ez jó záró gondolat, vagy nem. Én azt szoktam mondani, hogy a csapatsportágban dolgozni erőléti edzőként azért szép, és azért borzasztó nehéz, mert ezek szubmaximális sportágok. És a szubmaximális sportág az én értelmezésemben azt jelenti, hogy minden kondicionális képesség megjelenik, persze, különböző arányban, de pont ez a nehézsége, hogy nem lehet az, hogy magában én erős vagyok, állóképes vagyok, gyors vagyok, az a többit kompenzálja. Mindegyiknek optimális szinten kell lenni, hogy a gyenge láncemet ki kell küszöbölni, mert a gyenge láncem lesz a teljesítménylimitáló, de nem lehet az, hogy csak ezt vagy csak azt fejlesztem, ugye most nyilván azt mondtam egy picit más szavakkal, amit te mondtál, nem lehet, hogy csak ezt vagy csak azt fejlesztem, mert annak biztos, hogy az árát közép vagy hosszú távon meg fogom fizetni. Úgyhogy sajnos tetszik, nem tetszik, mindennek meg kell találni a helyét, és azt gondolom, hogy akkor lehetünk hosszú távon eredményesek, és akkor lehetünk hosszú távon, vagy akkor nevelhetünk hosszú távon eredményes sportolókat, a hangsúly a hosszú távon van, nem aki hétvégén nyer, hanem aki majd felnőtt válogatott lesz, és nemzetközi szinten eredményes. Így van. Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, örülök neki, jó volt ezeket a gondolatokat hallani tőled. Remélem, hogy aki meghallgatott minket, ránk szánta ezt a 55-60 percet, az egy picit kapott egy-két használható gondolatot. És én köszönöm, és akkor hát így mondom, mivel most vasárnap délelőtt vagyunk, hogy jó hétvégét kívánok neked, és további Köszönöm szépen jó. neked is, illetve köszönöm a meghívást, és én is bízom benne, hogy sikerült egy-két hasznos gondolatot mondani.